Jó napot kívánok mindenkinek! Nagyon sok ismerős köszöntök itt, és azokat az ismerősöket külön nagy szeretettel, akik ezt már hallották, Békés Csabán. Remélem, hogy nincsenek túl sokan a teremben. Nem ugyanúgy fogom elmondani azért, csak a képanyag lesz lényegében ugyanaz, és lényegében fele annyi időben kell elmondanom. Valamit a címéről, nem csak az alliteráció kedvére adtam ezt a címet, hanem azért is, mert ebben a V betű különösen nagy szerepet játszik ebben a történetben. Itt egy olyan népművészeti motívumot látunk, ami mondjuk nevezhetjük nyugodtan hungarikumnak, Magyarországon előforduló népművészeti, főleg hímzések, de nem csak hímzéseken, ez egyik leggyakrabbi, de a Nagy Magyarország területén értendő persze. És a dologban én azt tartom érdekesnek, és erre akar kiukadni többek között ez az előadás, hogy a honfoglaláskori művészet hagyományát követve a magyar népművészete alapvetően jellemző, hogy elnövényesíti, tehát az antropomorf és zoomorf ábrázolások jelentéktelenül jelennek meg a nagy összességben. Ott lehet találkozni elsősorban emberábrázolással, ahol találkozik a magyar népművészet szomszédos népekével. Ezért van az, hogy Dunántúlon annyira sikeresen valósul ez meg, illetőleg ott, ahol a huculok, illetve a habánok teret nyertek ezen a területen, Kárpát-medence szélein, illetve egy kicsit beljebb is. De alapvetően ez a jellemző, és ezt én azért tartom izgalmasnak, mert az is kiderül belőle, amit László Gyula annyiszor ismételgetett, hogy a magyar ember szemérmes. Ugyanis ez egy alapvetően viszonylag szemérmetlen ábrázolást rejt magában, de nem a szemérmetlenség céljával, csak hát mondanom kell, hogy ilyen. Mi a jellemzője ennek? Az, hogy van egy virágos figura, próbálom eltalálni. Hát ez van egy piros fény itten, csak hát mindegy, nem olyan fontos, lehet látni. Van egy virágos figura, amit én egy nő alak elvirágosításának érzékelek, látszik, igen. Itt van a feje, itt van a két karja, mondjuk a két melle, és ahogy megyünk lejjebb, azt is mondhatnám, hogy látok én itt olyan jeleket, ami akár a széttárt karjai, vagy hát a széttárt combjai lehetnének. Aztán, hogy ez igaz-e vagy nem, az a végén vagy a menet közben ki fog derülni. Ugyanakkor az egészen jellemző ez a kehelyszerű megformálás, és hát itt már fölvillan benne a V betű. Ez a fajta villanás, ez nem véletlen. Ha még azt is hozzászámolom, hogy van itt egy középső tengely, akkor ezt úgy is láthatom, mint egy villa. Kabai Lizettől tudhatjuk, hogy a kalotaszegi motívum változatok között alapvetően ezt a jellegzetességet, tehát magát a vázat, azt villának hívják. Ezek a párnák az enyémek, mármint az első néhány darab, azért mutatok sokat, nem akarok ezekről részletesen beszélni, csak érzékeltessem, hogy milyen gazdagon és változatosan, néha teljesen elnövényesítve, már elfelejtve is ezt a bizonyos V-betűs vagy villa-szerű formát látjuk jönni őket egymás után. Aztán néhol megjelenik olyan jellegzetesség, mint például, bocsánat, mint ebben az esetben, amikor a két oldalt látható, hát nem tudom, hogy hova tűnik ilyenkor a piros, de eltűnik. Szóval magának a V betűnek a két szára, a kehely két karja már állatias jegyeket vesz föl, tehát kígyós jellege van, és a motívum egyéni módon bontakozhat ki. Visszatér, ez a lényeg ebben, amit mondani akartam, hogy visszatér az állatiasság. Máskor pedig, ugye épp ellenkezőleg, teljesen elnövényesedik, eljelentéktelenedik ez a bizonyos alsó V betű, mindig más gombot nyomok meg, mint szeretnék, de majd belejövök. Itt alul egész picike ez az úgynevezett V betű, és el is korcsosul, miközben a virág dominál. Érzékelhető az is, hogy ez egy rapportálható minta. Szamadám, gyere föl, itt a helyed. Tehát itt jönnek a különböző fajta megformálásai. A tengelyszerűség a lényeges elemeknek, az, hogy időnként az oldalsó virágok nagyobb hangsúlyt kapnak, annak nincs jelentősége. Lehet látni, hogy van olyan példája a történetnek,
amikor megjelenik a két oldalt az úgynevezett két őrállat, nem tartozik szorosan a tárgyhoz, és itt is megjelenik ennek a V betűnek egy teljesen eljelentéktelenedett formája, de ott van. Tehát az arányok torzulhatnak, de a üzenet az állandó és visszatérő. Tehát valami fontost akar jelenteni. Hát ez a klasszikus, egyik klasszikus jellegzetes formája a kalotaszegről. Hát nem véletlenül Malonyai könyvéből is fotóztam elég sokat, csak Mikulás Feri közölte ma velem, hogy ebben az évben volt Malonyai Dezsőnek a halálának a 100. évfordulója. Jeleztem is Lacinak, hogy kellene esetleg ennek az eseménynek valamilyen megemlékezést szentelni. Hát lehet látni, nem akarom nagyon ismételgetni magamat, van, ahol testesedik a dolog, tehát itt egy edény van a közepén, ezt csak azért tartom fontosnak, mert ahogy a Jutka korsó nevében is benne van, de hát ezt tudjuk, hogy a úgynevezett korsó forma az visszatérően az anyának, anyaméknek is a szimbóluma. A két oldalt már teljesen leválnak ezek a szereplők, sárkányszerű, a farka teljesen sárkányszerű, logikusan is, mert amikor mi úgymond világfa motívumról beszélünk, akkor annak a két oldalán vagy sárkány, vagy valamilyen más őrállat őrzi magát. De ezekről nem érdemes beszélni, mert ezek közismert dolgok, még vastag könyvet írtam erről, úgyhogy az önmagában nem fontos. De van, ahol nagyon szépen lábai vannak ennek a két oldal lévő szörnyetegnek, itt lehet látni a lábbait, itt egy hernyó, mondjuk. Hát ez egy malonyai fotó, elég gyengén látszik, de azért kiderül belőle, hogy ez nagyjából ugyanaz, ami már volt korábban. Annyit hagyok, hogy el lehessen olvasni. Erdélyben persze több fordul elő belőle, mint másut, mint Erdélyben mindenből több fordul elő, mint másut, egyszerűen abból, ami ősi. Hát ennek is van egy forrása, konkrétan a Bánfi Hunyadi református tiszteletes feleségének van egy kis gyűjteménye, amikor ott jártam néhány évvel ezelőtt, akkor megajándékozott vele, és az az érdekes, hogy közben más neveket is adnak. Tehát itt kardnak hívják ezt, ami az oldalán, bocsánat, ami az oldalán megy. Tehát ezt a két motívumot, a kehely vagy a tulipán két szirmát, ezt ő kardnak nevezi. Ez is nyilván jelent valamit, hogy mikor milyen eufemisztikus vagy tagadó jelentést, vagy a dolgok nem értéséből adódó, vagy valami többletjelentést akar adni neki. A másik, ami nagyon fontos, hogy a fejjel lefele is létezik ez, tehát hogy hullámvonalba megy át, és itt kígyós mintának hívja már, lehet, hogy csak pusztán a kacskaringó miatt, tehát a korábbi példák mutatják, hogy ez nem egyszerűen kacskaringó, hanem egy állat is lehet akár. Viszont attól, hogy fejjel lefele van, ez egy bizonyos értelmezés szempontjából döntő lesz, ugyanakkor a V betűség, sőt a dupla V is hangsúlyt kap, amit én szintén nagyon fontosnak tartok. Ez a rajz Kabai Lizett könyvéből való, ugye meg is mondom, hogy melyikből, ha megtalálom, a Szeletvető tártosból, ami 2001-ben jelenik meg. Azt akarom jelezni csak, hogy nekem ő a édesanyám, olyan értelemben édesanyám, szakmai értelemben, hogy Berzenagy János apám, szakmai értelemben úgy volt ő, édesanyám zseniális agya volt. Ez hihetetlen. Ő azt mondja, hogy erre a motívumra, amit ugye tulipánnak látunk, karos tulipánnak, elsősorban azt mondja rá, hogy villa. Tehát úgy kvázi lebecsülni látszik ezt a dolgot. Itt azért állnék meg egy pillanatra, mert éppen a V betű miatt én ezt nagyon fontosnak tartom, ezt a villa elnevezést. Először is azért, mert ő aztán elkalandozik egy bizonyos irányba, ugyanebben a könyvében, és a villa szót összekapcsolja a villámmal, és méghozzá úgy, később fogunk ennek látni népművészeti párhuzamait, hogy a Zeus villáma az tulajdonképpen két ilyen tulipánból áll, amit középen fog, van egy fejjel lefele lévő tulipánya, meg egy fejjel felfele lévő tulipánya. Nem olyan, mint a mi általunk elfogadott, közismert villámábrázolás, de a görögöknél ez létezett. Tehát ez az egyik kapcsolódási pont, tehát a villának és a villámnak a kapcsolata. Mindjárt elmondanék egy rövidke viccet, ugye a Rákosi korszakban rohan a paraszt a paphoz, hogy plébánosan óriási baj van, a pártitkárba beleütött a villám. Azt mondja, hát Isten akarta, úgy legyen, de az én villám ütött bele. Hát ebbe benne van, hogy ez a magyar nép nyelvében ott él a villának és a villámnak a kapcsolata. Az, hogy a
ez nem igazán villa, hanem szigony már, de az, ami Pozeidon kezébe van, az is tulajdonképpen egy ilyen égi menkő eszköz, tehát a menkő szimbóluma. Az, hogy a szigony hogyan jelenik meg aztán ebben a lantos formában, mert szigonynak is fölfoghatjuk, azt az angolból lehet leszűrni, az angol a szigonyt harpoonnak hívja, de a hárfát, ami eredeti forrásunk is, harp. Tehát egy szótől ered a kettő elnevezése, és az eredeti lantforma az szintén beleépül ebbe a képbe. Tehát hihetetlen elágazásai vannak, és hát akkor, ha a villáról szó esett, akkor muszáj a villőről is beszélni valamennyit. Ennek a szláv megfelelője a vila, egy ellel. Tulajdonképpen fatündérek voltak a vilák, konkrétizálni is lehet a fűszfára. Ha ezt a képet én megfordítom, tehát lefele állnak az ágak, abban a pillanatban fűszfát látunk, és miután említettem, hogy ennek vannak, sőt mutattam is lefele álló változatai, közben azért megyünk egy picit tovább is. Tehát ez lényeges eleme, mert ha lehet hinni egy ilyenfajta nyelvészeti rekonstrukciónak, az indoeurópai well szótőre megy az angol willow, például, ami fűzfát jelent, és a nagyon sok fűzfa kapcsolatú szó, például a witch, a boszorkány, a wicked, ami nem csak azt jelenti, hogy gonosz, hanem csavart és hajlított, ahogy fonják a fűzet, ezek mind a fűzfa indoeurópai neveihez kötődnek. És hát lehetne mondani a holland wilget, a német wejdét, és ebben ott van a dupla V, kérem szépen. Lehetséges, hogy nincs valóságos köze a dolognak, tehát ez nem bizonyíték, amiket mondok, csak jelzek olyan részint formai, mert hiszen a betű is egy forma, ez nem csak egyszerűen valamit jelent, hanem egy forma. És formai kapcsolódás, ami behálózza az egész világot. És miután itt egy magyar sajátosságról beszélünk, előbb-utóbb meg kell mutatni ennek a nemzetközi változatait is. Na most itt azért váltok területet, hogy ne csak hímzést mutassak, hát itt is ugyanez az elv érvényesül. És hát itt van két kályhacsempe, annak főleg a jobb oldali az érdekes. Itt tetszik látni azt a tulipános, fölle, alulnézett, felülnézett változatot. Még egy kicsi fűzfás utalás is van benne, bocsánat, már megint nem megfelelőt nyomom. Tehát itt két ilyen fűzfa levél is lóg lefele, amelyik pontosan olyan, mint a Zeusnak a villáma. Ezt otthon tessék majd megnézni, mert ilyet nem hoztam, mert az már túlzás lett volna. Na most itt meg egy olyan változatot látunk, ennek egy sajátom is van, csak azt bonyolultabb lett volna, azt lehet, hogy betettem, már nem emlékszem rá, ahol a nő alak, a cserépedényből kiemelkedő nő alak is megfogalmazható. Malonyai ad is erről egy rajzot, és két oldal pedig már egy ilyen teljesen összefüggő kehely formát ad. Hernyós, sárkányos, tulajdonképpen meghatározhatatlan jelleggel, és hogy világképről van szó, azt itt ez az alvilág motivum jelezi, hosszan ki lehetne fejteni, de nem fér bele az időnkbe, és különben sem ez a fő szempont. És az nagyon érdekes, hogy a magyar népművészetben ugye a címer az egy fej. Tulajdonképpen fej, megkoronázott fej. Legalábbis a népművészetben gyakran így jelenik meg, és ebben az esetben ugye a V betű két szára az egy két virágos kar. Tehát ez a motivum hallatlan változatos formában jelenhet meg, a legkülönbözőbb módokon, itt is föl, ugye a címer erre hálás, mert babérkoszorút rakunk alá, és azt hiszik, hogy ez csak egy babérkoszorú, holott ez egy visszacivilizált formája, egy népművészeti motívumnak, a nép lelkéből jön, és aztán van, na ez az enyém, ez nem az enyém, csak olyan, mint az enyém, de ez is hosszan fejtegethető, hogy ugyanúgy megjelenik itt is az alvilág motívum, és hát stb. Menjünk. Ez a mi Malonyai könyvéből van, arról csináltam egy rajzot, hogy ha valaki nem venni észre a korábbiakon a nő formát, akkor itt meglátja a nőt. Tehát a világfa istennő is jelen van ebben a képben, ugye akit én a könyvemben a tejúttal azonosítottam. Ez egy ket csónaknak, vagyis egy szibériai nép csónakjának magyarok rokonai. Hoppá, Mihály szerint a ket isten szó az a mi isten szavunknak a gyökere. Ez egy hagyományos világfa ábrázolás, a kelő nappal, vagy ha úgy tetszik, egy kerékkel a tövén. Itt is megvan a két ága, és itt a nő a széttett lábaival, és két oldalt az őrállatokkal. És hát ezzel az első ciklus véget ér, mert itt jelenik meg egy olyan motívum, ami a magyar népművészetben is jelen van. Ez a
két farkú sellő, a mermaid, és tulajdonképpen reálisan az egyetlen értelmes sellő alak, mert egy farkú sellőt elég nehéz megközelíteni, de hát persze meg lehet, mert a delfinek is tudnak párosodni az egy farkukkal. Itt csak megjegyzem, ugye, mert most jut eszembe, hogy a halfarok vége az virágkehelyt asszociál. Tehát az átjárás, egy pikkelyes halfarok és a falfarok végén levő uszony és egy virág ábrázolás között nem olyan messze van, hogy ne lehetne ezt egy idő után automatikusan is érteni és megfeleltetni egymásnak. A második rész, kérem szépen. Most olyanok jönnek, amiben már csak nők vannak. Ez nagyon érdekes, az kevesen reagálták le ennek a létezését. Ez a Kiscelli Múzeumban van, és egy gótikus csillár. Azért különösen érdekes, mert mind a két csillárnak a nő alak szárnya a szarvas agancs. A szarvas agancson pedig mécse, hát most már villanylámpák, eredetileg ugye gyertyák voltak, és ennek azóta pontosan a funkciója, ami a csoda fiú szarvasnak a funkciója, vagy a regősének szarvasának a funkciója. Mind a két nő alak széttett lábbal, még mutatja is, tartja is, hívja fel a figyelmet valamire, ami a legfontosabb, a szülő anyának az ölére. És akkor itt jönnek szépen sorba a világ minden részéről, a legkülönbözőbb méretekben, olyan figurák, amelyek mind ugyanezt fogják, ez megint egy magyar kazettás mennyezetről való, míg a kazettás mennyezetek egy izgalmas átmenetet jelentenek, mondjuk úgy, hogy a reneszánsz művészet és a népművészet között. Pap Gábor erről rengeteget írt, és értelmezte is annak lenne módja szerint. Van, ahol aztán, bocsánat, megint egyszerre két gombot nyomok meg, és akkor nem az történik, amit én szeretnék. Van, ahol aztán már-már disznó módon ábrázol fontos dolgokat. Itt a két láb, az két hallá változott. Tehát van a félreértési jellegű is lehetne, de hát arról, ugye Hoppá Miskával vitatkoztunk azon, hogy a hal az női szimbólum vagy férfi szimbólum, ez tulajdonképpen nézett kérdése, honnan nézzük a halat. De hát ez mindegy is. És hát ez itt jönnek szépen annak rendje módja szerint ókoriak, keletiek, afrikaiak, a mindenhonnan, hát afrikaiak talán nem. Egy lényeges elemük, közös elemük van ezeknek, hogy általában, ha templomban láthatók, oszlopfőkön például, sosem az oltár felé néznek, hanem mindig nyugat fele, a bejárati kapu felé. Ennek fontos funkciója van, úgyis ott onnan jönnek be a hívek. Azon kívül ők nem disznók akarnak lenni, nem az Úristennel akarnak így beszélni, hanem a hívőkkel. Tehát ennek megvan szerintem az értelme. László Gyula, pontosabban nem csak ő, ez a magyar történészek ismerik, de én László Gyulánál olvastam először arról, hogy amikor a 11. században Szent László ostrom elfoglalta Nándorfehérvárt, és a bizánciak ostromolták, hogy visszavehessék a várat, akkor a bizánci forrásokban említődik, hogy a vár fokára magyar asszonyok fölhágtak, és mutogatták a micsodájukat. Tehát ennek itt van értelme, és akkor a bizánciak teljesen meg voltak döbbenve. Mondjuk úgy, hogy kővé dermedtek a látványtól. Ami persze nem igaz, csak hát ez volt a cél, ezt látom én emögött, hogy bajelhárító funkciója van. Hát tessék meggondolni, miért van itt pont ez a valami lukacska. Hihetetlen változatos, ahogy a népművészetben, ugye virágosan változatos a téma, úgy a európai összművészetben pedig hát a realisztikus vagy nem éppenséggel naturalista változatok pompáznak mindenféle formában. Ha elmennek a Nemzeti Múzeumnak a történeti kiállítására, akkor abban a teremben, ahol egyébként az Anjou kornak a tárgyait lehet látni, ott lehet látni olyan samott öntvényeket, vagy öntőformákat, amiben ezeket ilyen kicsi méretben lehet önteni. Tehát, hogyha valaki a kályhájára rá akart tenni 15 ilyet kerámiából, akkor az minden további nélkül megtehette, mert megvolt hozzá a segédeszköze. Ez Magyarországon sem volt teljesen ismeretlen természetesen. Itt van például egy ilyen. Hát nem pont ez látható a Nemzeti Múzeumban, de ilyen karakterű.
És hát van ókori, ez például egy ókori mozaik, korábban az, azt hiszem, hogy az Dél-Olaszországból való volt, de a nyugat-európai román egészen a barokkig elhúzódik, az elején volt ez az óriási kertdísz, ami hát több méter nagyságú, arról lehet látni, hogy... Na most itt van egy nagyon távoli gyökér, ugye ez egy Pontusiskita ló, a pofa ordis tulajdonképpen, és ezt a nő alakot szokták azonosítani azzal a kígyófarkú istennővel, akivel Heraklész nemzette volna a szkíták ősapját, Szkűtészt. Na most ez azért tanulságos, mert ebben benne van a forrás, ha úgy tetszik, hogy a szkítákat mi magunk is ősünknek tekintjük, és hát az indoeurópai népek is jogosan annak tekintik, tehát annak a kornak a meghatározó kultúrája volt, a kelták fölé kerekedve, legalábbis teljesítményben, mennyiségben és hagyomány erőben, tehát visszatér ugyanaz a jellegzetes motívum, ami. És hát itt jön az utolsó kép, ami viszont Angliából való, vagy pontosabban Brit-szigetekről való. Ez is egy templom faragványa, ami a nyugati kapu felé nézett, és egyértelműen elárulja a eléggé taszító figurával, hogy bekaplak, ha nem vigyázol magadra. Ennek is megvan a magyar népmesei változata, nem fogom elmondani szó szerint, a Jancsi és a Tündér kisasszony című mesében. Ugye a feladat az, amikor találkozik a Jancsi, a hős, a boszorkánnyal, akkor azt mondja, hogy adjon Isten öreganyám, és akkor az öreganyám azt mondja neki szerencsét, hogy öreganyádnak szólítottál, mert ha nem, az öreganyádnak szólítottál volna, a pénbe bekaptalak volna. Köszönöm szépen a figyelmet.